Ez egy függőleges marógép. Valamivel fiatalabb, mint én, nem sokkal. Ha lehet, elindítom, és akkor veszünk egy fogás rajta. Bödör László 53 évvel ezelőtt nyitotta meg Budapest egyik legrégebbi, ma is működő esztergályos műhelyét. Laci bácsi már visszavonult, de manapság is nagy kedvel tér vissza egykori munkahelyére. Nézegettük a mozikat, csak oda jártunk. A film előtt mindig volt egy 20 perces híradó, és semmi másról nem volt szó. Szóval jött a forgás, szikrázott az anyag, elmondták, hogy a sztárnovisták mennyit keresnek, és ez nagy hatással volt rám, és tulajdonképpen az iskolák után elmentem egy nagy céghez, egy nagy katonai céghez dolgozni esztergályosként. A fém esztergályos a fémek megmunkálásával alumínium, sárgarész, bronz, vas, rozsdamentes, stb. Ezeket bizonyos alakokra alakítja. Itt ez egy eszterga pad, és ez a gépi forgácsolásnak az alapja. Ez nem tej, hanem ezt úgy hívják, hogy fúróolaj. Ezt hűti az eszterga kést, vagy a fúrót. Megváltozott a világ, és nem lett olyan jelentősége, hisz már nincs egy ipartestület, az egész Budapesten nincs ipartestület, tehát megszűnt. Sajnos ez a munka, ez az esztergás munka valamikor divatos volt, és valamikor jól ment, de most ez kihalt. Én szerintem ez nagyon igényes szakma, és sokáig kell tanulni. Pontosság, párhuzamosság, odafigyelés, tehát megfelelő szakmai tudás kell mindenhez. Én tulajdonképpen esztergályosként, ugye a labdarúgás befejezése után 54 évig dolgoztam. Ha mondhatom azt, én vagyok a legidősebb, aki az MTK-ban valaha futballozott és még él. Laci bácsi ugyanis korábban labdarúgó volt, és nem is akármilyen. 9 évig játszott az MTK-ban, amellyel 1958-ban bajnok lett, 1963-ban közép-európai kupát nyert, 1964-ben KEG döntőt játszhatott a lisszaboni Sporting ellen. Úgy lehet boldogulni, ha az emberben van egy kis tehetség, hogy nagyon akarat kell. A futballon is így voltam. 20 éves koromig nem futballoztam egyesületbe. Egy év alatt NB1-es futballista lettem. Mert futballpálya mellett laktam a 10. kerületben, a Keresztúri útnál, de nem voltam igazolt játékos sehol. Minden reggel beülök a székembe, és megmasszíroz. És utána 20 perc torna van. Testgyakorlat, fekve, állva, 300 törzshajlítás, és ezt végigcsinálom. Vigyázok magamra, nem akarok hízni. Mióta befejeztem a labdarúgást, 2 kilóval vagyok több. Ez tulajdonképpen a menetmetszőnek nevezett dolog, ami ezt a 4-es menetet pillanatok alatt rávágja. Azt megcsinálja, és az a kis putni sokáig tartja, de mikor már a központot eléri, akkor letörik. És ezt kell megcsinálni 200-szor. Vagy ahányszor kérik. Laci bácsi idén lesz 87 éves, de jó pár évet letagadhatna, amiért keményen meg is dolgozik. Imádtam dolgozni, és nem csak akkor, hanem most is. Tulajdonképpen ennek is köszönhetem azt, hogy itten 51-néhány éve dolgozom, kétszeres aranykoszorús mester lettem, mert szerettem. Egy kis tehetségem volt, de nagyobb szorgalma. Mindent szívesen csináltam, és most is szívesen dolgozok, és csinálom, és soha nem a kifogásokat keresem, hanem a megoldást.